Budapest. Csütörtökön temetik Budapesten Hollywood leghíresebb magyar filmproducerét, Andy Vajnát, 74. Korábban még nem volt biztos a helyszín, felmerült, hogy nem Magyarországon búcsúztatják, hanem a szülei, George és Claire, valamint fia, Justin mellett nyugszik majd a Los Angeles-i Westwood Villa temetőben. De Gulyás Gergely, 37, miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap ezt cáfolta. A kormány gondoskodik a múlt hétvégén elhunyt Andy Vajna temetéséről. A filmügyi kormánybiztos végső nyughelye a budapesti Fiumei úti temetőben lesz, közölte Gulyás Gergely a kormányinfón. Megtudtuk, hogy a január 20-án elhunyt producer özvegye, Vajna Tímea, 36, már a sírhelyet is kiválasztotta. A család kérése volt, hogy Vajna Andrásti, az ország egyetlen nemzeti emlékhelyén helyezzék végső nyugalomra, tájékoztatta a Blikket Radnai Nédivár. Fogarasi Katalin, 62, a Fiumei úti sírkertet kezelő Nemzeti Örökség Intézetének, Nőri, főigazgatója. Kedden érkezett a miniszterelnökség felkérése az állami temetés bonyolítására, a kollégáim pedig időközben körbevezették az özvegyet a 60 hektáros sírkertben, természetesen autóval. Ennek során az özvegy a sírhelyet is kiválasztotta. A család kérésére ennél többet nem mondhatok, tette hozzá a főigazgató asszony, de nem cáfolta, hogy az állami temetéseknél sajátos szempontokat is figyelembe kell venni a sírhely kiválasztásánál. A Blick értesülései szerint január 31-én, csütörtökön tartják Andy Vajna búcsúztatását a Fiumei úti sírkert ravatalozójánál, majd a közeli, 41-es művész parcellában lehet a végső nyughelye, közvetlenül Kerényi Imre, 74, Mag Károly, 91, és Jancsó Miklós, 92, rendezők sírja mellett. Úgy tudjuk, a temetkezési szolgáltatással megbízott cég kedden kezdi meg a parcella rész előkészítését. Vajna Tímea már velük is biztosan felvette a kapcsolatot, hiszen a temetési rendezvény szervezése mellett a hamvak szállítására is megbízást kell adnia. Információnk szerint a filmproducert már elhamvasztották, de hagyományos sírhelye lesz a Rambo és Terminátor filmek, illetve számos más világsiker producerének. Az ország nagyjait is a sírkertbe helyezték a Fiumei úti temető, nem csak Budapest, hanem Magyarország egyik leghíresebb sírkertje.
1849-ben nyitották meg, de az első híres személyeket csak évekkel később temették el ide. Az 1851-ben elhunyt Igressy Béni és az 1855-ben elhunyt Vörösmarty Mihály végső nyughelye lett a temető. ...1885-ben dísztemetővé nyilvánították, innentől kezdve a legnagyobb művészeket, politikusokat és tudósokat ide temették. Itt nyugszik az ország nagyjai közül Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Batthyány Lajos, de leghíresebb költőink, íróink is, így például Ady Endre, Jókai Mór, József Attila vagy Arany János. Az 56-os forradalom hősei közül is sokan kerültek ide.